A mai kísérletben a nyálamilás szénhidrát bontó hatását fogjuk vizsgálni. Ehhez a kísérlethez a következő eszközöket használjuk. Egy kémcsőben nyál vizes oldatát vettük, két kémcsövet, amiben a kísérletet fogjuk végezni, desztillált vizet, keményítő oldatot, 1%-os keményítő oldatot, egy 38 fokos vizet tartalmazó üvegkádban vízfürdőt, fogunk hozzá különböző reagenseket használni, félink 1 és félink 2 reagenst, ezekről beszélni fogok, és a melegítéshez borszeszégő, gyufát és kémcsőfogót. A kísérletben a nyálamiláz szénhidrát bontó hatását vizsgáljuk. A nyálamiláz a nyálban található, a nyálat a három pár nyálmirigy termeli. Ezek a szájüregbe jutnak, és itt megkezdik a táplálék lebontását. A nyálban található víz a táplálékot megnedvesíti, ezen kívül különböző ionok találhatóak benne, illetve mucin, ami a táplálékot összetapasztja, és a nyálamiláz nevű enzim. Itt megpróbálom megmagyarázni az enzim jelentését. Az enzim olyan biokatalizátor, amely lehetővé teszi, hogy bizonyos biokémiai folyamatok a szervezetben, testhőmérsékleten is végbe menjenek. A nyálamiláz enzim, tehát a szájüregben megkezdi az emésztést, méghozzá a szénhidrátok emésztését. A szénhidrátok a táplálék egy részében poliszaharidok formájában találhatóak meg. Kísérletünkben a keményítőt fogjuk erre a célra felhasználni. A keményítőből vizes oldatot készítettünk, 1%-os keményítő oldatot. Ezt csak magas hőmérsékleten tudjuk feloldani benne, hiszen a keményítő egyébként vízben nem oldódik. A kísérlet során félénk próbával fogjuk a nyálnak a hatását bebizonyítani. Amikor az amiláz enzim a keményítőt lebontja, szőlőcukorra bontja, és a félénk próbával tulajdonképpen a cukor jelenlétét tudjuk bizonyítani. A cukornak redukáló hatása van, és ez a redukáló hatás mutatható ki a félingoldatokból készített féling reagens segítségével. A féling reagenst féling 1 és féling 2 oldatból állítjuk elő. A féling 1 oldat rész szulfát vizes oldata, a féling 2 oldat pedig kálium-nátrium tartalát lugos oldata, vagy lugosított oldata. Ezt a kettőt megfelelő arányban összekeverve féling reagenst kapunk. Ezt elkészíteném. Veszek egy kémcsövet hozzá, amiben a féling egy oldatból körülbelül 5 ml-t fogok kimérni. És a félénk kettő oldatból annyit csepegtetek hozzá, hogy sötét kék színű komplexet képezzen. Ebből csak néhány cseppet kell hozzá csepegtetni. Összerázzuk. És csapadék nélkül egy tiszta, sötét kék oldatot kell kapnunk. Ezt fogjuk a kísérlet során használni. Most félreteszem. Szeretném elmagyarázni, hogy ez a féling reagens milyen módon tudja a szőlőcukor jelenlétét kimutatni. A szőlőcukornak az aldehid csoportja erősen redukáló hatású, és ezt a redukáló hatást tudjuk kimutatni. A féling oldatunkban, féling reagensben rész hidroxid, rész 2 hidroxid található,
amiből az oxigént magához vonzva karboxil csoport alakul ki a szőlőcukor molekulán, és réz 1 hidroxid keletkezik. A réz 1 hidroxid egy sárgás színű csapadékot fog mutatni, várjuk, hogy ez megjelenik. Ezután, hogy még szembetűnőbb legyen a változás, melegíteni fogjuk, és a melegítés hatására rézoxid fog kiválni, ez a rézoxid egy vöröses-barna színű csapadék. Tehát a kísérletet előkészíteni a következőképpen fogjuk. Két kémcsövet fogunk használni, megszámoztam ezeket a kémcsöveket. Az egyik kémcsőbe teszek, mindkét kémcsőbe teszek keményítő oldatot, mindkét kémcsőbe teszek egy kevés vizet, és csak az egyik kémcsőbe teszek ebből a nyál vizes oldatából. Azt várom, hogy abban a kémcsőben, amelyikbe a nyálat is beleteszem, a bontása a keményítőnek megindul, és szőlőcukor keletkezik majd belőle, amit kimutathatunk. Tehát az egyes kémcsőbe teszek keményítő oldatot, kettes kémcsőbe is. Mind a kettőbe a desztillált vízből egy keveset teszek még. Ezeket összerázom. Majd a kettes kémcsőhöz a nyál vizes oldatából egy keveset hozzáteszek. És ezt is összerázom. Mint tudjuk, a nyál a szájüregben hat, és ehhez megadott testhőmérséklet párosul. Az embernek a testhőmérséklete állandó, ez körülbelül 37 és fok, 37 és 36 fok között van. Tehát ahhoz, hogy ezt a hatást demonstrálni tudjuk, ahogy a szervezetben történik, egy 38 fokos vízfürdőbe teszem a két kémcsövet 20 percre, hogy legyen elég ideje a hatást kiváltani. Tehát a két kémcsövet 20 percre ide behelyezzük. Az órát megnézzük, és 20 perc múlva megnézzük a hatását. Eltelt a 20 perc, nézzük meg, hogy sikerült-e a kísérlet. Emlékeztetőül elmondanám, az egyes kémcsőbe vizet és keményítő oldatot tettünk, a kettes kémcsőbe vizet, keményítő oldatot és nyál vizes oldatát. Az előzőekben elmondtam, hogy a nyál amiláznak a hatása, hogy a keményítőt szőlőcukorrá bontja, és ezt a szőlőcukrot a Fehring reagenssel ki tudjuk mutatni. Várakozásunk szerint az egyes kémcsőbe, mivel nyál sem került, ez a bontás nem történt meg, tehát a Fehring reagens hatására, amit hozzáöntünk, színváltozás nem történik. Ezt a világos kék színt kapjuk. A kettes kémcsőben a nyál hatására várhatóan a keményítő szőlőcukorra bomlott be, ami a Fehring reagens hatására réz 1 oxid formájában redukálódott, tehát egy sárgás-barna színű csapadékra számítunk. Maga a réz 1 oxid sárga színű, de a kék színnel elkeveredve a sárgás csapadéknak meg kell jelennie. Nézzük meg, melegítés hatására a vörös színű csapadék kimutatható-e. Gyújtom a borszeszélyt.
Forralás közben figyelnünk kell arra, melegítés közben, hogy a kémcső szája senki felé se irányuljon. Másrészt arra is, hogy a kémcsövet oldalt fordítva, srégen tartva minél nagyobb felületet melegítsünk. Így el tudjuk kerülni, hogy a kémcső tartalma kifusson. Már látható a csapadék megjelenése. Tovább melegítve ez a sárgás színű csapadék talán a hőmérséklet emelkedésére volt szükség. Vöröses színű rézoxid csapadék formájában lesz látható. Muszáj néha megkevergetni, hogy a hőmérséklet eloszoljon. Hát látható a vöröses-barna színű csapadék keletkezése. Kontrollként megvizsgáljuk az egyes kémcső tartalmát is, bár ebben már a melegítés előtt sem volt kimutatható a szőlőcukor, nem is vártuk, hiszen benne nyálamiláz nincsen. Megnézzük, hogy melegítés hatására milyen színváltozás lesz, egészen pontosan milyen színváltozás nem lesz. Hiszen a szín akkor változna, ha szőlőcukor lenne benne, de keményítő nem keveredett nyálamilázzal, így nem tartalmazhat az oldat szőlőcukrot. Tehát láthatóan a színe nem változott meg. Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a nyálunkban található amiláz enzim hatására a tápláléknak a keményítő tartalma bomlásnak indul, és ezután a tápcsatornában tovább lejutva szőlőcukor formájában felszívódhat.